Sziasztok, Robin vagyok, és képzeljétek el, hogy nemrég megvettem a Marvel szuperhősök titkos háborúja második részét. Ezt most várjunk csak, mikor is vásároltam. 22-én, december 22-én, így van. Most 23-a van, úgyhogy szombaton vásároltam ezt meg. Úgyhogy most ezt kis bontom nektek. Ugye ez még nincs kibontva. Na. Íme. Lehúzzuk a leplet. Na. Fennakadás volt. Jó. Hú, és valami túl volt. Ja. 26. szám. Így van. Na, egy pillanatra ezt leteszem, addig ezeket így dobom. Jó. És akkor nézzétek, így van, kibontottan. Remélem tetszik a borító, mert nekem nagyon bejön. És ez a titkos háború második része. És ugye itt csak bepillantunk. Mik vannak, hogy ez a második rész. Más néven ez a hetedik résznek a borítója. És íme, hogy mik vannak így a ilyen szövegek, igen. És itt a stáblista is, és akkor itt van ugye a főszerkesztőnek a egy kis ilyen bemutatása. És itt vannak ugye az előzmények, hogy mi volt így az előző részben, amit így bemutattam. És akkor itt van néhány kép a részből, és akkor mondjuk lapozunk egyet. Itt is vannak harcok. Úgy látom, hogy ez a molekula ember, ha jól emlékszem, ezt már nem tudom, hogy hogy hívják, de úgy látszik, hogy meg van sérülve is. Úgyhogy nézzük még egyet. Új, itt ilyen nagy robbanás van. Ott van Hulk, meg Amerika kapitány, meg nem is tudtam, hogy a X-professzor az ő két lábon jár, úgyhogy látjátok? Furcsa. Na, akkor nézzük még egy napot. Ó, ott van Dr. Doom is, úgyhogy ez nagyon izgalmas, hogyha ő is benne van a buliban. Úgyhogy még egyet lapozunk. Igen. Úgyhogy. Jaj, ezt tudjátok ki. Ez biztos mindenki ismeri. A Fekete Párduc ellensége, fő ellensége. Húha. Nem tudom már, hogy igen. Nem mindegy. Az a lényeg, hogy a pókember dizájn jól néz ki, nekem nagyon tetszik. És itt vannak a bűnözők és Galactus. Na, és ezzel így most egy kis bepillantást nyertetek. Úgyhogy remélem tetszett így nektek ez a bemutató. A második rész, így van. És ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!